Én vagyok az élet kenyere, a világ világossága, a kapu, a jó pásztor, a feltámadás és az élet, az út és az igazság, a szőlőtő, akit keresel, a kezdet és a vég. Tarts velünk egy különleges utazáson a Nagy Vagyokkal február 20-a és március 1-e között minden este 18 órától a Speranza Remény TV műsorán. Ne hagyd ki! Kedves nézőink, hölgyeim és uraim, testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Szeretettel köszöntöm Önöket az Én Vagyok bibliai előadássorozat negyedik alkalmán, amikor Jézus Krisztus azt mondja, Én vagyok az ajtó. Isten azt akarja, hogy mielőtt Krisztus visszajön, üdvösségünkért végzett befejező szolgálatának örömhíre eljusson az egész világra. Hogy minden ember, ha lehetséges, átlépjen azon az ajtón, és élvezze Isten országának áldásait. Ez az ajtó, Jézus Krisztus. Pontosan hová lehet bejutni azon az ajtón keresztül? Mi történik az ajtón belül, és miért? Mit feltételez Jézus Krisztus részéről az üdvösségünk azon a kapun belül, és mi a mi részünk? Ma este Verebi László lelkipásztor igeszolgálatában ezekre és sok más kérdésekre megtaláljuk a válaszokat. Kellemes alkalmat kívánok mindannyiuk számára, és az igeszolgálat után várom Önöket a kerekasztal beszélgetésre. Szeretettel köszöntök mindenkit! Szeretnék feltenni egy kérdést. Fontosak-e a kapuk és az ajtók az életünkben? Gondolom egyetértünk az igen válasszal. Főleg most télen, amikor kizárjuk a hideget és bentartjuk a meleget. Az ajtó védelmet nyújt, biztonságot ad, és ha zárva van, akkor megőrzi javainkat, sőt, álmainkat. Nagyon sokféle fajta ajtó van ezen a világon. Vannak ajtók, kapuk, amelyek sorsdöntő fontossággal bírnak az ember életében. A Bibliában ilyen a szoros kapu, tágas kapu, égnek kapuja, halál kapuja, igazságnak kapui, pokol kapui. Vajon melyik a legfontosabb kapu, ajtó ezen a világon? Van egyetlen egy, ami semmilyen sem fogható. Sem anyagában, sem természetében, sem fontosságában. Ez a kapu él. Egy élő kapu, mely megszólal. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. Jézus Krisztus személye a legfontosabb ajtó az emberiség világában. A Biblia miközben átfogóan és részleteiben beszámol Földünk történelméről, valójában Isten megváltási titkát tárja elénk. Krisztus az élő ajtó, akin keresztül bemutatja, milyen Isten szeretete egy olyan világ iránt, amely őt nem szerette. Az emberiség történelme két kapu között játszódik. Az Éden kapuja, ahonnan kiűzettünk, mivel a bűnt választottuk, és a mennyország kapuja, ahol ismét visszakerülhetünk Isten kegyeibe. Hogy innen odajussunk, át kell menni egy harmadik kapun, ami a maga valóságában valahol a kettő között a bolygóink történelmének derekán jelenik meg, de ennek ellenére mégis jelen van a teremtés kezdetétől egészen a végig. Mivel a bűn által a halál völgyét választottuk, melynek a végén a halál és pokol kapui várnak ránk, Isten az ő végtelen szeretete és kegyelme által elküldte Jézus Krisztust, az élő ajtót. Ezzel lehetőséget adva minden halálba menetelő embernek, hogy dönthessenek az élet mellett. Ha átmennek az élő ajtón, akkor életük irányt válthat az örök élet felé. Mivel a Biblia szerint az élő ajtó Jézus Krisztus csak 33,5 évig volt jelen itt a Földön, és ebből is csak 3,5 év, amikor valóban, mint életadó megváltó munkálkodott, tanított, gyógyított, halottat támasztott. Ezért az Ó és Új Szövetség nagy embertömegei csak hit által léphetnek be ezen az ajtón. Én vagyok az ajtó, mondja Jézus. Miért kell átmenni ezen az ajtón? Mert ez az egyetlen út, amely az életre visz. Menjetek be a szoros kapun,
mert tágos az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Bűnösen nem lehet a mennyország kapuján átjutni. A bűnös bűntelenné kell váljon, hogy oda juthasson. De ehhez valahogy meg kéne tisztuljon a bűneitől. Jézus mondja, én vagyok az ajtó, amin keresztül megtisztulhatsz. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik. A szoros kapun nem lehet bűnökkel megrakottan áthaladni, mivel a keskeny úton továbbra is csak bűntehertől mentesen lehet haladni. Ebben segít nekünk Krisztus. Hogyan? Úgy, hogy mi is meg kell nyissunk neki egy ajtót. Nyisd meg a szíved ajtaját. Jézus most is kopogtat. Ha beengeded őt az életedbe és hagyod, hogy ő segítsen neked önmagán az élő ajtón átmenni, akkor az ő élete által megtaníthat eljutni egy bűnt legyőző életre, hogy majd egykor a menny kapuján is bemehess. Pál ezt így fogalmazta meg. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Na de miként történik meg ez a csoda? Hogy valaki az élő krisztusi ajtón átmenve megtartatik. Valójában ez a világmindenség legnagyobb csodája, a bűnös szív megtisztulása. A Biblia a Szent Sátor áldozati ceremóniáiban gyakorlatilag bemutatja a bűnös emberiség megváltásának tervét. Egy tervrajz, ami segít megérteni, mit tesz Isten, hogy megszabadítsa tékozló fiait Sátán karmaiból. De azt is bemutatja, mit kell tegyen a bűnös ember, miben és miként kell higgyen, hogy az élő krisztusi ajtón átmenve megtartasson az örök életre. A bűnös szív megtisztulásának a csodája, titka, nyitja nem más, mint az, hogy Jézus, mint ártatlan bárány áldozatot kellett hozzon, meg kellett halljon, hogy mint életre vezető ajtó megnyíljon számunkra. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Tehát Krisztusnak központi szerepe van az ember megváltásában. Többek között ő az ajtó, amin keresztül a mennybe juthatunk. Sőt, ő a mennyei szentélyben levő nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Zsidó 4.14 szerint, hogy ajtót nyisson nekünk az örökkévalóságba. Most nézzük meg együtt, hogy a Szent Sátor kinyilatkoztatása által e halálnak völgyében miként nyílik meg a kegyelem ajtaja, és miként tisztulhatunk meg bűneinktől. A Szent Sátor három részből állt. Az udvarból és a sátor két részéből szentély és szentek szentje. E három rész Jézus Krisztusnak megbocsátásunk és üdvözítésünk érdekében elvégzett munkájának három szakaszát jelképezi. Az első szakasz az udvar, a földet jelképezi, ahová lejött Istennek fia is, mint bárány, megáldoztatott bűneinkért. A második szakasz a szentély, vagyis az első helyiségben végzett papi szolgálat, mely Jézus közbenjárói munkáját jelképezi, mindjárt a mennybe meneteltől kezdődően. A harmadik szakasz a szentek szentje, a második helyiségben végzett főpapi szolgálat, mely Jézus ítélő bírói szolgálatára utal, melyet a vég idején végez el. Az udvarban állt az áldozati oltár és egy mosdó medence, ahol a papok megmosták a kezeiket. A sátor első helyiségében, a szentélyben, jobb oldalon állt a szent kenyerek asztala, a bal oldalon a hétágú gyertyatartó. A két helyiséget egymástól elválasztó kárpit előtt pedig a tömjénező oltár. A szentek szentjében a kárpit túl oldalán volt a szövetség ládája és a kegyelem királyi széke, vagyis a frigyláda, benne Isten változhatatlan törvényével. A Bibliában sokféle áldozati szertartás leírását találjuk. A bűnért való áldozat, étel, ital vagy hálaáldozat, attól függően, hogy kinek éppen milyen személyes rendezni valója volt az Istennel e naponkénti szolgálatokban, valamint a reggeli és estéli áldozat az egész népért. Ezen túl volt az éves ünnepkör, mely 4 tavasz és 3 őszi ünnepből állt.
Évente újra és újra Izrael népe hét ünnep által követhette nyomon Isten megváltásának tervét. Első, húsvét, Krisztus kereszt halála. Második, kovásztalan kenyerek ünnepe, vagyis Krisztus a sírban. A harmadik, zsengek éve bemutatása, vagyis Krisztus feltámadása. Pünkösd, a Szentlélek kitöltetése. Az ötödik ünnep, az adventvárás, figyelmeztetés az ítélet közelettére. A hatodik, a nagy engesztelési nap, vagyis a vizsgálati ítélet, Jézus második eljövetele és a millennium. És a hetedik, a sátoros ünnep, mely az örök életet mutatta be. Az Ószövetségben ezen ünnepek által hittel tekintettek előre, várván a Mesiást, hogy ezek által a mind beteljesedjenek. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Ekként az ószövetségi ünnepek Jézus első eljövetelekor elkezdték új szövetségi beteljesedésüket. Krisztus áldozata, halála és feltámadása által az első három ünnep gyors egymás utáni beteljesedésében tágra nyitotta a kegyelem ajtaját. Szoros az a kapu, mondta Jézus, de a Szent Sátor pitvarának ajtaja mégis 20 sing, vagyis majd 9 méter volt, ami Isten hatalmas szeretetét mutatja, aki tárt karokkal várja a tékozló gyermekeit, hogy megbocsáthasson. Nézzük meg tehát, hogy is történt a bűnös megtisztítása. Amikor az ember beismeri, hogy vétkezett, és bánja bűnét, akkor hozott egy bárányt, belép a Szent Sátor udvarába, majd az áldozati oltár mellett kezét az áldozat fejére tette, és megvallotta bűneit. Ezt követően saját kezével oltotta ki az ártatlan állat életét. Ilyen formán jelképes módon az ember vétke átszállt a bűnös emberről a bűntelen bárányra, amely meghalt az ember helyett. A pap az állatot az áldozati oltára helyezte, felfogta annak vérét, majd belépett az első helyiségbe, s a bárány vérével meghintette a szentélyben lévő kárpitot, ami elválasztotta a szentét a szentek szentjétől. Így jelképes módon a bűnös vétke az állat vére és a pap közbenjárása által rákerült a kárpitra, és így a szentek szentje jelképesen bűnnel terhelődött. Vagyis a Fridládában levő törvény követelménye, a bűn zsoldja a halál, így kiengesztelődött. Az udvaron várakozó bűnös pedig szabadon hazamehetett, mivel bűnei megbocsátattak. Ő, mint bűnös kellett volna, hogy meghaljon, de az ártatlan bárány vére kiváltotta a halálból és tovább élhetett. Pont ezt tette Krisztus értünk. Így egy év alatt lassan-lassan Izrael népének bűnei a szentélyben felhalmozódtak. Viszont az éves ünnepkör, hatodik ünnepe, a Jom Kippur, az engesztelés napja, az egész nép számára a bűnbánat napját jelentette, ami egyben az egész emberiség összes bűnének engesztelését vetíti elénk a vég idején. Ezen a különleges napon maga a főpap mutatta be az áldozatot és annak vérét, az egész évben elkövetett bűneik végleges eltörléséért, és nem csupán a megbocsátásáért. Addig Isten minden nap megbocsátotta bűneiket, de még nem törölte el. A bűnök jelképesen bennmaradtak a kárpiton, megterhelve ezzel a szentek szentjét. Az egyéni bűnrendezést naponta végezték a papok. Az engesztelés ünnepe viszont egyetemes volt, és csak a főpap végezhette egyszer egy évben. Az egyéni bűnrendezésben a helyettes áldozatok vérével naponta megterhelték a szentek szentjét, még az engesztelés napján a helyettes áldozat vére megtisztította a szentek szentjét és az egész szentét. Mindenki tudta, hogy az ezen a napon bemutatott áldozati vér eltörli az eddig felhalmozódott összes bűnt. Hogyan is történt? Egy évben egyszer az engesztelés napján a főpap a helyettes áldozat vérét most nem csupán a kárpitig vitte, hanem a kárpiton túl a szentek szentjébe. Hintve a vérből a Fridláda tetejére, bemutatta Istennek, hogy a törvény kiengesztelése megtörtént, az ártatlan bárány meghalt az összes felhalmozódott bűnökért. Ugyanígy lépett be Jézus is, mint főpap a mennyei szentek szentjébe, hogy engesztelést szerezzen azok bűneire, akiknek neve be van írva a mennyei szenték könyveibe, amit Dániel próféta említ. A megváltás ezen a harmadik szakaszában, a szentek szentjében Jézus nem csak közben jár a bűnösért,
hanem ítél is. Dániel 8.14 alapján komoly okunk van azt állítani, hogy 1844 óta Jézus belépett, mint főpap a mennyei szentély második helyiségébe, ahol saját ártatlan vérét bemutatva közben jár a bűnösért. Vagyis kéri az ott felhalmozódott, de megbánt és Isten által már megbocsátott bűnök végleges eltörlését. Másként mondva, 1844 óta a vég idejét éljük, amikor Isten elkezdte átvizsgálni az egész emberiség életét a bűnrendezés szempontjából. Ő nem csupán közben jár, hanem ítél is. Azóta már 177 éve folyik ez a vizsgálati ítélet a mennyben. Jelenés 14:7. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Az ítélet tehát nem ezután fog eljönni, hanem már eljött és zajlik. Hogy mikor lesz vége? A Biblia nem határozza meg, viszont a végidejéről szóló proféciák és jelek beteljesedés alapján Jézus, aki bárány és főpap, azt mondja nekünk, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Nagyon közel, de még nincs itt. Mivel Isten szeretete és kegyelme által a főpap közben járó szolgálata még nem ért véget. De hogy is ért véget a főpap szolgálata a szentek szentjében? Miután hintett a vérből a Fridláda fedelére, jelképesen magára vette az összes ott felhalmozódott, de már megbocsátott bűnt, és kijövet, kihozta onnan azokat. Így úgy a szentek szentje, mint a szentély megtisztult, amire utal Dániel is a 8.14-ben. A főpap az udvaron életben maradt másik kecskebakra, Azázel bakra fejére tette a kezét, és jelképesen reá helyezte a kihozott bűnöket. Ezt követően kivitték a táboron kívül a pusztába, magára hagyva a végleges pusztulásra. Így végül az udvar is megtisztult a bűnöktől. Pont így tesz majd a mennyei főpapunk is, mikor befejezi a közbenjárást, kihozza a bűnöket a mennyei szentélyből és sátára helyezi, aki a felelős mindezekért. Mintha ezt mondaná Jézus. Sátán, visszahoztam neked, ami a tiéd. Itt vannak azon emberek bűnei, akik megbánták, hogy rád hallgattak. Én meghaltam értük, ők pedig hitáltal velem együtt megfeszítettek, és meghalva a bűnnek én általam élnek, így megbocsáthattam nekik. Földünk ezen utolsó záró eseményei Jézus második eljövetelével válnak majd nyilvánvalóvá, és az ezt követő millenniummal, amikor Sátán a föld pusztaságába lesz száműzve. Majd 1000 év után pedig, mint a Szent Sátor udvara, úgy a földünk is véglegesen megtisztul a bűntől. A Biblia szerint, mint egykor Sodomát, az Isten úgy fogja tűz által elpusztítani a bűnt, Sátánt és minden bűnöst, aki a halál kapuját választották. Noé idejében, az özönvíz idején azok menekülhettek meg, akik engedelmeskedve hitáltal által mentek a mentőbárka nyitott kegyelmi ajtaján. Mikor bezáratott az ajtó, lejárt a kegyerem, és eljött a vég. Ma, most, ímé a bíró az ajtó előtt áll. Már nagyon készül eljönni. Ezért ezt mondja, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Halljuk meg hívását, ameddig nem záródik be ismét az ajtó. Nyissuk meg szívünk ajtaját Jézusnak, és engedjük, hogy átvezessen önmagán, az élő ajtón, az élő kegyelmi ajtón, hogy így majd az új Jeruzsálem kapuin is átmehessünk. Amen. Szerető Istenünk, mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és hogyha egykor régen, valóban a halálba menő utat választottuk, köszönjük, hogy Jézus Krisztuson keresztül egy élő, egy kegyelmi ajtót nyitottál a mi számunkra, hogy az örökké valóságba együtt lehessünk majd te veled. Segíts Istenünk, hogy elfogadjuk ezt az ajánlatot te tőled, megvánva a bűneinket Jézus Krisztus áldozata által. Köszönjük, hogy velünk leszel Istenünk. Amen. Köszönjük Verebi László lelkipásztornak az ige szolgálatot, és köszönjük azt is, hogy ma este újból együtt imádkozhattunk. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket a ma esti kerekasztal beszélgetésre, Orbán János lelkipásztort, Dan Robinson lelkipásztort és Korodi Zsolt Áron testvért a mezőbergenyei gyülekezet részéről. Nagyon szépen köszönöm a meghívást a ma esti beszélgetésre.
Örülök a lehetőségért. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Egy nagyszerű téma az, amivel a mai alkalommal foglalkozni fogunk. Már az igeszolgálatból ezt megértettük, vagy próbáltuk megérteni. Jézus Krisztus azt mondja ma este, én vagyok az ajtó, én vagyok a kapu. És láthattuk azt, hogy az Ószövetség idején ez a kapu a Szent Sátor templomba vezetett be, ma pedig az Úr Jézus Krisztus által a mennyei Szent templomba, a mennyeknek templomába léphetünk be. Szeretném, hogyha a beszélgetésünk legelején azt mondanánk el, hogy mit jelent az életben Jézus Krisztus, mint az ajtó, mint a kapu. A földi életről beszélünk, de összekapcsolhatjuk a gondolatokat a mennyeivel is. De mennyire szükséges megérteni Jézus Krisztus közbenjárói munkáját. A bűnöknek megoldása Krisztus által történik. Ezért találkozunk ezzel a gyönyörű bibliaverssel, amely alap igéje volt a ma esti előadásnak. János evangéliumának 10. fejezet 9. verse. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. Ez a bejár és kijár. Az isteni gondviselésnek folytatása, amely szerint minden nap, amikor kilépsz a házból a mindennapi tevékenységre, és este visszaérkezel a házba, nem létezik az, hogy Krisztus gondviselése és kegyelme magadra hagyna. Nagy szüksége bármelyik hívő embernek arra, hogy Jézus Krisztus által lássa az ő mindennapi ügyeinek megoldását. A bűnöknek bocsánata, a bűnesettől való visszatartás vagy visszamaradás, be és kijárni Krisztussal együtt, és akkor biztosítva van a 9. versnek ez az utolsó része, és legelőtt talál, megoldást talál az élet kihívásaira. Ilyen értelemben nagyszerűnek és gyönyörűnek találom a ma este igehirdetést. Tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus a pásztor, és ő hívja a juhokat. Persze szimbolikus módon, mert ő bemutatta nekünk a keresztfánál, hogy milyen az ő jelleme, és milyen az ő szeretete. És mikor felfedezték az emberek a keresztfánál, és látták valódiban, hogy ki Jézus Krisztus, akkor Jézus Krisztus megtette, és kijelentette, hogy várlak én hozzám, jöjjetek, én vagyok a kapu, csak rajtam keresztül tudtok eljutni a mennyeknek országában. És tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus azért, hogy mi megértsük, az emberek jobban megértsük a megváltási tervet, elkészítette a sátort, és ott az áldozatok által be volt mutatva, hogy mit jelent az igazi kapu, amikor Jézus Krisztus el fog jönni, az igazi ajtó, az igazi üdvösség. Itt már meg volt említve az a kép, hogy a pásztor és a juh. Az a juh, amik a karámon kívül van, amik nem lép be az ajtón, annak az élete nem biztos. Viszont aki a karámba belépett, annak az élete biztosítva van, teljes biztonságban érezheti magát, sőt, ezen a bibliaversből kiindulva minden létszükséglete biztosítva van. Létezik-e más ajtó Jézus Krisztuson kívül, ami az örök élet felé vezet? És hogyha nincsen, miért egyedül az Úr Jézus Krisztus által lehetséges az örök élet, illetve rajta keresztül lehet belépni az örök életbe? Tehát a bűnbeesés után Istennek legalább három megoldása volt a bűneset révén. Az egyik, hogy a bűn zsoldja a halál. Mindjárt elhozza az ítéletet, és meghal az első emberpár, aki vétkezett. A második megoldás, hogy megváltoztatja a törvényt, amit viszont Isten soha meg nem tehetett volna. És a harmadik megoldás, amelyet Isten kiválasztott a három közül, az volt, hogy megfizeti a bűnnek árát. A legdrágábbikat, a legdrágábbat ajándékozza földünkért, világunkért, magára veszi a bűnöknek terhét, és bűnbocsánatot nyújt a bűnösnek. Ez pedig a megváltási tervnek
legkimagaslóbb pontja, amikor a Golgotán az Úr Jézus Krisztus meghozta ezt az áldozatot. Nincs Jézuson kívül más, aki magára veheti az emberi bűnöket. Sem lelki pásztor, sem lelkész, sem gyülekezeti tag, hanem egyedül Krisztushoz jöhetünk a mi bűneink megbocsátása érdekében. Ezért nagyon fontos és lényeges a ma estéli előadásnak megértése. Nagyon csodálatos az a Jézus Krisztus megértésének és evangéliumának üzenete. Mert Jézus Krisztus tulajdonképpen az egyedüli, aki felajánlhatja számunkra, az emberek számára az üdvösséget. Mivel hogy ő a teremtő, ő teremtett minket, és csak ő tud megmenteni minket. A Jézus Krisztus által valahogy megnyílt az az út, az a kapu, amely persze valahogy be volt zárva bűn által, és ez megnyílt, hogy láthassuk Istenünket, és értsük meg, hogy milyen az ő jelleme. Persze megérthetjük azt is, hogy mit jelent Jézus Krisztus által a bűnbocsánat. Jézus Krisztus felajánlta ezt, és csak ő általa működhet jól és helyesen a bűnöknek bocsánatára. És persze ő erőt ad, és belőle Jézus Krisztusból erőt ismeríthetünk azért, hogy megtérése, azért, hogy megváltásra és üdvösségre juthasson az ember. Van-e valamilyen célja a Jóistennek azzal, hogy mi az Úr Jézus Krisztus által üdvözüljünk? Miért pont általa? Valamit szeretne elérni a mi életünkbe, a mi szívünk talaján. Nekünk is esetleg azt az ajtót meg kell nyitni, amely az életünkbe ott van, elhelyezve a szívünkbe. Mikor erről a témakörről szoktam beszélni, különösen gyerekeknek, akkor szoktam egy kis illusztrációt használni. Egy kis tégelybe van, két részre van osztva. Az egyik részbe teszek betadinos vizet, amelyik a mi szívünknek a bűnös állapotát jelképezi, illetve a tégelynek a másik részében van egy kis klóros víz, amelyik Jézusnak a tiszta jellemét mutatja be. Hiába ott vannak egymás mellett, addig mi közte van az elválasztó ajtó, kapu, addig semmilyen befolyással nem hatnak egymásra. De abban a pillanatban, amikor ez az ajtó megnyílik, a betadinos víz tiszta lesz, a bűn eltűnik, sőt, átveszi a másiknak a jellemét. Szerintem ez a célja, és ezért kell mi is megnyissuk a mi szívünket Krisztus felé, hogy át tudjuk venni azt a krisztusi jellemet, ami ő benne van. Egy gondolatot még hozzáfűznék. Mennyire lényeges, fontos a hívő ember számára a bűn alól való felszabadulás. A zsidó népnek lényege volt az ő ceremoniális törvényei Jézus felé tekintettek, Jézust próbálták bemutatni, mint a végső cél és a végső megoldás. Viszont nagyon szép dolog lenne, hogyha visszapillantunk az Ótestamentum idejében. A zsidó nép egy boldog nép volt, aki ünnepelt, legalább 7-szer évente nagy ünnepeket ült. A bűn alól való felszabadulás az örömnek jegyét kölcsönözte nekik. Szerintem a mai napok egyik nagy igazsága a hívő ember életében az lenne, hogy örömét lelje az Úr Jézus Krisztus felszabadító és megbocsájtó erejében. Akkor minden napunk azzal fejeződik be, ahogy Krisztus itt a kezdő Biblia versben legelőre talál, az az ember, aki Krisztusba ki és be jár a bűn bocsánat érdekében. Isten elrendelte a megváltási tervet arra vonatkozólag, hogy ha a bűn belép az emberi család életébe, akkor legyen egy mód, egy terv, amivel meg tudja menteni az embereket. A sátor templomban való szolgálat végzése során sokkal jobban meg tudták érteni a múltban, és ma mi is azt, amit Jézus Krisztus, amit Isten végez, értünk a megmentésünk érdekében. Mielőtt újból elmondanánk azt, amit az ige szolgálatban is meghallgattunk, illetve utalnánk a
a sátortemplom munkafázisaira. Szeretném, hogyha egy néhány szóban bemutatnánk azt, hogy miből is állt a templom, milyen berendezési tárgyakkal találkoztunk, vagy találkoznánk, hogyha belépnénk mi is, és majd azt követően majd meg fogjuk nézni, hogy mire szolgáltak ezek a berendezési tárgyak, illetve a papok milyen szolgálatokat végeztek. Bevezetném ezt a képet azzal, hogy három beosztása volt az akkori sátor rendszernek, amelynek szimbolisztikája volt minden egyes edénynek, elemnek, amely ott találtatott, mindegyiknek van egy előre vetítése. Az első része a sátorrendszernek az udvar volt. Az udvaron találkozunk két fontos tárgyal, amely előrevetíti az Úr Jézus Krisztus áldozathozatalát. Az első a tisztító medence, nem léphetett be a tiszteletet teljesítő szolgálatos, anélkül, hogy megmosdott volna. Ez jelképezi a keresztség folyamatát, a megtisztulást, amelyet Jézus Krisztus által nyerhetünk. A második fontos eleme az udvarnak pedig az áldozati oltár. Ez volt tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztusnak első munkássága, beavatása messiási munkában. Megkeresztelkedett, az Atya elismerését nyerte, ez az én szent fiam, akiben én gyönyörködöm, és a második dolog a Golgota, az áldozathozatal, a lecke, amely végig jár a történelembe, és minden hívő embernek megadja azt a biztonságot, hogy igen, Krisztus halála és feltámadása, a bűnök bocsánata, a bűnök eltörlése, az örök üdvösség elnyerése. A Fridládában egyedül a két kőtábla, a 10 parancsolat volt található, amit Isten maga saját ujjával írta fel rá a 10 parancsolatot, és a Fridládán kívül volt elhelyezve az aranymannás korsó, az Áron kihajtott veszője és a ceremoniális törvények. Ezekre most nem tudunk kitérni részletesen, hogy milyen jelentőséggel bírtak, de ami nagyon fontos, hogy a Fridládában, a tökéletesség szimbólumában, az isteni szimbólumban egyedül a törvény lakozott is volt elhelyezve. Lényeges, amit mondasz, tehát a Fridládában magában, a központi helyen a 10 parancsolat két kőtáblája volt elhelyezve. Ez tulajdonképpen bizonyítja Isten igazságosságát. Azt nem lehet módosítani, nem lehet változtatni, hogy ma az ember megengedte magának, hogy keresztül kasul járta át a törvényt. Némelyek 10 parancsolatból 5-öt alkottak, mások eltörölték a második parancsolatot, vagy az elsőt, vagy a negyediket, különféleképpen interpretálják. Viszont ez a tény, hogy Isten igazságossága fő központi helyen volt elhelyezve, ez lényegében bennünket arról győz meg, hogy nem sérthetjük meg Isten törvényét. Nem módosíthatunk rajta. Az Isten igazságossága az más tény, hogy a főpap az évente való szolgálattevésben a vért reahintette. A 10 parancsolat felé, a Fridláda felé. Ez mutatván, hogy van Istennek megoldása a mi bűnösségünkre, amelyet a 10 parancsolat feltár, vagy kimutat. Istennek van megoldása Krisztus által, hogy a megvallott és az elhagyott bűnöket a 10 parancsolat által már nem vádoltatik az ember, hanem megbocsájtatik. Ez a Krisztus csodálatos munkája a golgotai áldozata révén. Az előadásból megérthettük azt, hogy a sátortemplomban két fajta munkát végeztek el a papok. Minden nap bejártak a templom első részébe, a szentélybe, és egyszer egy évben a szentek szentjébe. Habár már volt utalás arra, hogy az udvaron és a szentélybe mit jelképezett ez a munka, szeretném, hogyha újból kifejeznénk és elmondanánk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgálatában mit jelentett a naponkénti szolgálat, és mit jelentett az, amikor a főpap egyszer egy évben lépett be a szentek szentjébe. Az egész ceremónia bűnrendezésre utal. A naponkénti szolgálat az arra, hogy hogyan került befele a bűn, majd az éves szolgálat az, hogy hogyan került kifele.
hogyan is történt ez meg? A bűnös, az izraelita elvitte a bárányt a sátorkapun kívülre, rátéve kezeit, megvallotta bűneit. Ezzel szimbolikusan az ő bűne átszállt a bárányra, aki meg kellett hajon, bár tökéletes volt, a vérét bevitte a pap a szent sátoron belülre, és ráhintette a kárpitra. Ez a kárpit, ez Jézus jelképezi. És Jézusnak a naponkénti közbenjáró szolgálatot, amit ma is végez a mennybe. Ugyanakkor a szent sátor nem maradhatott úgymond bűnöse, vagy bűnnel teli. És ezért évente egyszer szimbolikusan megtisztították. Ekkor a főpap bement a szentek szentjébe, és onnan a bűnöket, az éves felgyűjt bűnöket a megfelelő ceremóniával, vagy a megfelelő áldozati formákkal onnan kihozta, és rátette egy olyan bakra, amelyik majd a pusztában halt meg. Ezzel előrevetítette azt, hogy lesz a történelmünkben is egy ilyen időszak, amikor a mennyben felhamozott bűnöket megtisztítja, és majd egykor sátánra helyezi. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az életünk során megvallott bűnöket az Úr Jézus Krisztus a megváltás munkájában egy adott időszakban ezt nem csak megbocsátani akarja, hanem amelyeket megvallottunk, el is szeretné törölni, gyakorlatilag meg is szeretné változtatni az életünket. A proféciákat tanulmányozva arra döbbentünk rá, hogy 1844-ben kezdődött el a második szakasza a szolgálatnak a mennyei templomban, amit az Úr Jézus Krisztus folytatott, úgymond. Hiszen az első szakasz az ő golgotai halálával indult el, amikor megbocsátotta mindannyiunk bűneit, és a második szakasz, amit az advent teológiában a vizsgálati ítéletnek is nevezünk, 1844-től kezdődik el. Hogyan jutunk ehhez az évszámhoz, az 1844-es évszámhoz? Nagyon rövid az időnk, de konkrétan, hogyha utalhatnánk arra, hogy melyek a bibliai alapok. Igen, csupán annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy ez a három szerinti szolgálattevése Krisztusnak az udvar részéhez tartozik az ő földre való érkezése, a golgotai áldozathozatal, a második szolgálattevés a szentek, vagy az első szobában létező tevékenység, ez pedig a feltámadás után, a mennybe menetel után kezdődik, és végződik 1844-ben, miután a harmadik, a szentek szentjében való szolgálattevés, ez a Krisztus főpapi, ügyvédi, de ugyanakkor ítélő bírói tevékenységét is ábrázolja. Ahogy mondottad, 457-ből kezdődik, és ezt a tanítást az advent közösség a Dániel próféta 8. és 9. fejezetei alapján magyarázza így, és történelmileg bizonyítható mindaz, amit állítunk. Most az idő rövidsége miatt annyit mondunk, hogy ez elindult, ez a történelmi idő 2300 estve is reggel, amely profétikusan 2300 esztendőt ölel magába. Artaxerxes parancsától kezdődött 457-ben a Jeruzsálem újraépítéséről szóló dekrétumtól, 1844-ig tartó ez a világesemény. 1844-ben befejeződött ez a szakasz, és egy olyan profétikus időben élünk mi 1844-től kezdve, amelyben nincsen egy meghatározott idő. Egy kegyelmi időben élünk, bármikor ez a kegyelem megszűnhet. Amikor az Atya elhangoztatja ezt a csodát tevő szót, hogy elvégeztetett, akkor Jézus Krisztusnak finálé munkája, bezáró munkája, amikor mennyasszonyát rekuperálja, magához veszi az örökké valóság felé. Ebben az időszakban életünk felett a vizsgálati ítélet történik. Mit jelent a vizsgálati ítélet a gyakorlatban, a mindennapokban, életünk felett, életünkben, és miért fontos tudatosítani Jézusnak ezt a munkáját? Nagyon fontos a vizsgálati ítélet azért, mert vizsgál, megvizsgál. Elsősorban
amikor élünk, megvizsgál az íge, ugye? Az ígével vizsgáljuk meg a mi lelki életünket. Másodszorban, amikor az ítéletre gondolunk, azt Isten teszi meg. Isten fogja megítélni és megvizsgálni a mi életünket. Mindazok, akik azt mondták egy adott pillanatban, hogy én hiszek Istenben, én hiszek az Úr Jézus Krisztusban, azok életét Isten megvizsgálja. És megnézi, Isten mellett volt, vagy nem. És az élet könyvéből ki lesznek húzva, ki lesznek törölve mindazok, akik életében még ott volt a bűn, akik nem töröltik ki, akik nem jöttek Jézus Krisztushoz, hogy kérjék meg, kérünk, bocsáss meg, és engedd meg, hogy mi is részesé legyünk annak az üdvösségnek, az örök életnek. Beszélgetésünk végéhez érkezve újból arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az ajtó, én vagyok a kapu. Mit jelent ezen az ajtón, ezen a mennyei kapun úgy belépni, és nem csak a szentélybe, hanem a szentek szentjébe, Jézus Krisztus által átélni ezt a munkát, hogy mi magunk az üdvösségre jussunk, és megtapasztaljuk az üdvösséget, hogy a mi bűneink az udvaron, Jézus Krisztus golgotai áldozata révén meglettek bocsátva, de nem csak megbocsátva, hanem a szentek szentjébe való tartózkodása ideje alatt a mennyei templomban el is lettek törölve. Rövid válaszok, melyekkel zárnánk a mai beszélgetésünket. Hát hangsúlyoznám azt a gondolatot, hogy a ceremoniális törvény a Fridláda mellé volt helyezve. Ez eltöröltetett, amikor Jézus Krisztus a bárány magát föláldozta, és a világ bűnét magára vette. Eltöröltetett a ceremoniális törvény, viszont azt nem mondhatjuk az erkölcsi törvény felől. Az erkölcsi törvény rámutat a bűnesetre, a mi életünkből. És ez a bűneset egy megoldást nyerhet, hogy Krisztushoz közeledünk. Őtőle kérjük a megbocsátást. És még egy gondolatot hozzáfűznék. Ebben a kegyelmi időben, ebben a kegyelmi szakaszban, amelyben élünk, a bűneset az ember életében baleset. Amikor egy megszokottá vált bűn életünket marcangolja, nagyon könnyen elveszíthetjük az örök üdvösséget. Ezért folyamodjunk a törvényhez. A törvény egy tükör, amelyben látjuk a saját életünk foltjait, és Krisztus vére az, amely megfehéríti lelki világunkat, hogyha ő hozzá jövünk bizodalommal. Én vagyok az ajtó, aki ki és bejár, az legelőtt nyer magának. És ez a krisztusi beavatkozás életünkben, ez egy nagyon fontos, és rámutat ez a ma esti téma, hogyan nyerhetjük meg a bűnbocsánatot, a lelkiismeretünknek megtisztítását. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást erre a beszélgetésre. A Jóisten áldása maradjon velünk és a kedves nézőkkel. Kedves nézőink, a mennyben van egy szentély, az igazi templom, amelyet az Úr és nem ember épített. Ebben Krisztus szolgál értünk, a hívők rendelkezésére bocsátva, engesztelő áldozatának áldását, amit egykor mindenkiért felajánlott a kereszten. Nagy főpapunká kente fel az Atya, és a mennybe menetelekor megkezdte közben járói szolgálatát. Engesztelési szolgálatának második és egyben utolsó szakaszát a 2300 éves profétai idő lejártakor 1844-ben kezdte el. Ez a vizsgálati ítélet munkája, amely minden bűn végső elrendezésének része, amit az ősi Héber szentély megtisztítása jelképezett az engesztelés napján. A szentélyt a jelképes szolgálatban áldozati állat vérével tisztították meg, a mennyei dolgok pedig Jézus vérének tökéletes áldozatával tisztulnak meg. Mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban, hiszik, hogy kiontott vére elégséges bűneik bocsánatára, Jézus nem csak megbocsátja a bűneiket, hanem el is törli, azaz megváltoztatja a hívő életét, és örök életet nyernek Jézus eljövetelekor. Isten segítsen meg mindannyiunkat, hogy higgyünk és üdvözöljünk. Mielőtt bejelenteném a holnap esti témát, kérem hallgassák meg a következő énekszámot a Dorján Szilárd részéről.
Itt vagyok most, jó Uram, hozzád száll e dal. Tudom, sokszor hívtalak, de ma másképp szól e dal. Mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök, figyelj rám. Csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, Uram. Ismét térden állok én, tudom, hogy hallgatsz rám. Már sokszor hideg szavakat szólt, kopott és halk imám. De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeretnék, hogy szeretlek, és szívem csak tiéd. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, Uram. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott légy, Uram. És éneklem, hogy áldott légy, Uram. Köszönöm Adorján Szilárdnak az énekszolgálatot, de köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. A holnap esti téma címe: Én vagyok a jó pásztor. Balla Loránd lelkipásztor arról fog szólni, hogy van egy jó és igaz pásztorunk, és mi egy nyájhoz tartozunk. Vajon milyen lehet a jó pásztor, és milyen lehet az ő nyájához tartozni? Várom önöket holnap este is, a viszontlátásra. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhokért. Meghívlak, tarts velünk, ismerd meg jó pásztorodat, ott a kereszten. Ez az összetört, megcsúfolt, véres sebekkel borított pásztor azt üzeni neked, te is az enyém vagy. Egy azok közül, akikért az életemet adtam. Így szeret téged, így keres téged, ennyire szeret bennünket. De hát miért? Mit akar velünk? Miért kellünk neki? Ne hagyd ki a lehetőséget, fedezd fel azt a Jézust, aki a pásztorod akar lenni. Én vagyok az élet kenyere, a világ világossága, a kapu, a jó pásztor, a feltámadás és az élet, az út és az igazság, a szőlőtő, akit keresel, a kezdet és a vég. Tarts velünk egy különleges utazáson a Nagy Vagyokkal február 20-a és március 1-e között minden este 18 órától a Speranza Remény TV műsorán. Ne hagyd ki!